Think for yourself. Question authority. Think for yourself. Question authority. Na, kezdhetünk. Kötői kérdés is. Nyilván kezdünk. Na, első gyakorlat, mindenkinek van papírja. Valamilyen X. Első feladat. Következő kifejezések deriváltját, igen, y, és z, a része. Ez három függvény lesz, és mind a hármat deriválnunk kell. Ln x, ln x több meg 2x, meg ln y x. Ln y x. Na és azokat tudjuk, és azt írja, feladat, rózsaszínnel írom, hogy az y az x-nek a függvénye, meg a z is. Tehát, hogy ők a függvényeink. Ez most számítani fog nekünk, mert nem tudom, hogy most előző órán, ugye volt előző órán? Igen, előző órán csak deriválgattunk még ilyen összetett függvényeket, meg simán izén. Na, tehát ilyen sima deriválás, most ilyen implicit deriválás lesz. Egy picit különbözik tőle, nem lesz nehéz, hát aztán majd kiderül. Na, nézzük meg akkor ezeket. Ugye lx-nek mi a deriválja? Még lehet, hogy már csak a deriválásokat kellett volna felírnom, na mindegy. Lx-nek 1 per x, ugye x szerint fogom most deriválni. 1 per x, oké. Eddig semmi új, tehát ez első óra, sőt még nulladik óra, mert ezt fent van ott a kis tárlán. Na itt a következő, ez az ln x, hát ja, jó. Ezt lehet, hogy nem így kell volna írnom, mert most már kitaláltam. Ide csak alá fogom írni őket. Jaj, vizes, az baj. Nem akarom kétszer leírni ugyanazt. Tehát ln x-nek a deriváltja, és akkor így aláírom, hogy 1 per x. Ez is szerintem akkor látszódni fog. Na akkor nézzük ennek az ln x kör plusz 2x-nek a deriváltja. Előző óra, összetett függvény. 1 per x kör meg 2x, szor 3x négyzet meg 2. Perfekt. Ugye a külső függvény belső hén, ugye a külső az ln, akkor lemegy a nevezőbe. Ami belül van, az a valami szorozva a belsőnek a deriváltjával, az a 3x négyzet plusz 2. Ezt be is színezem lilával, vagy rózsaszínnel, hogy ez az x köb plusz 2x, meg itt is, ez a, hát nem kérem ugyanolyan színnel még, akkor itt meg sárgával. Csak ezt most az első fogom így színezgetni, a többit nem fogom színezgetni. 3x négyzet meg 2, csak azért, hogy mit csinálunk. Na most meglátjuk ezt, és instant bepánikolunk, hogy mi az yx. Na ő egy ilyen kis titokzatos függvény, nem tudom hogyan szebben mondani, ő ilyen kis titokzatos függvény, nem árulja nekünk, hogy kicsoda. Tehát ő nem mondja meg nekünk, hogy például az x köb plusz 2x, vagy az e a negyediken x, vagy bármi, polinom x a hatodikon, ő nem mondja meg, hogy ő kicsoda. Attól függetlenül ugyanúgy le kell valahogy deriválnunk. Na mit mond nekünk? Ugye az y az egy függvény. Z-hába is oda lesz írva, hogy mik a függvények, meg mik a változók. Hát most x a változónk, x szerint is egy deriválunk, de y az most egy függvény, nem egy változó. Ez lesz a különbség. Ugyanúgy fogunk deriválni, tehát ugyanúgy igaz rá ez, hogy na akkor jó, 1 per yx, hogy akkor rendesen ugye az a külső függvénynek a deriváltja. És akkor úgy írhatom volna már alapból rózsaszínnel, és a konfrontációra kettem. Ugye ugyanúgy, mint az előző, a külső függvény deriváltja a belső helyén, szorozva a belső függvénynek a deriváltjával. Csak most azt nem tudjuk, hogy micsoda. Y. Valami általános. Tehát szorozva y x nek a deriváltja. Hát, vagy y derivált x, úgy kicsit szerint. Y vesszővel. Na most látjátok, hogy semmi különbség a kettő között. Ugyanúgy csak ezt kell megjegyezni, hogyha függvényem van, akkor mindig az a függvény, az nem tudom, hogy mi lehet. Az bármi lehet. Tehát annak is úgymond a deriváltját kell venni, hogyha azt nézitek, itt is ugyanezt csináljuk a legelsőnél. Mert ln x-nek mi a deriváltja? 1 per x. Szorozva a belső függvény deriváltjával, csak azt nem írjuk ki, x-nek a deriváltja, szor 1.
Vagy ha azt nézzük, itt is ugyanazt csináljuk, mint itt, tehát végig ugyanaz a sablon megy. Csak most bejönnek ilyen új változók, meg bejönnek olyan függvények is, amik hát ilyen kis titolzatosak, nem mondják, hogy ők kicsodák. Na és nézzük a következőt. B. Ugye ez a 3x minusz x négyzet plusz 5. Meg kell a deriváltja. Kell nekünk a 3x minusz x négyzet plusz 5. A minusz harmadikonnak a deriváltja. Meg kell ennek az y x a minusz harmadikonnak a deriváltja. Azért láthatunk itt egy mintát, hogy mi szerint, vagy mit csinálunk éppen. Első, könnyű. Alap, vagy hát nem alapderivált, de polinom. Tehát ezt már meg tudjuk csinálni, első vonal is meg tudtuk csinálni. Hát ez 3 minusz 7x. Hát nem tudom, hogy ide kéne egyenlőséget tenni, de szerintem látszik. Na mindegy. Deriváltja 3 minusz 2x, jó, ezt már 2 órával ezelőtt megcsináltuk. Következő, egy fokkal cselesebb, van valami külső függvényem, megint, ugye az valami a mínusz harmadikon, tehát akkor, hogyha deriválom ő mínusz háromszor, ugye az a valami, az a 3x mínusz x négyzet plusz 5, szorozva az ő belső függvényének a deriváltjával, szorozva, az itt az is ott van, 3 mínusz 2x-en. Mínusz 3 a mínusz negyediken, már mit adtál? Ja, igen, ez. Igen, igen, lemaradt, köszönöm. Ja, külső függvény deriváltja, mínusz 3 leugrik, csökkentje a kitevő, szorozva a belső függvénye. Na most ugye, amúgy őszintén szerintem ez még jobb is, ez az eset, ez az y-os, mert nem kell számolni. Tehát nem kell konkrétan lederiválnunk ezt az egészet, most csak azt mondjuk, hogy jó, ez valamilyen függvény ott, nem tudjuk, hogy micsoda, lehet bármi. Nyugodtan, aki nem látja, írjon be oda valami random függvényt. X négyzet meg egy. És kész, hogy zéhány ceruzával odaírjátok, kitörlitek, azt átírjátok y-ra. Az is tökéletes. Csak aztán írjátok át mindegyiket. Na ezt hogy deriváljuk? Hát ugyanúgy, mint az előző, mínusz 3 lejön, mínusz 3-szor yx a mínusz negyedike. Ugyanaz, mint itt. Külső függvény deriváltja. Valami a mínusz harmadikon. Szorozva a belső függvény deriváltjával. Örüljünk neki, nem kell számolni. Y vesző. Kész. A kucsó, C. Most itt már csak két függvény van. Ja, ez megint jó. C. Igen, ez lehet, hogy nem a legjobban látható, de mindenki tudja, mire. A költő mire gondolt, meg ki kell találni. C-ből az első. X négyzet mínusz x szorozva e a 4x plusz harmadik. Ja, ez a rossz tábla, ezt nem szeretem. És neki kell a deriváltja. Ez majd két ilyen külön, ezt most már nem így egymással alá fogom írni, mert azok picit átváltatatlan. Na, hogy kezdünk egy ilyennek neki? Ez viszont még, ez az előző óra. Tehát ez egy per egy az előző, meg az előző előtti óra. Neki hogy kezdünk? Na, először is mi ez? Ez egy szorzat. Van köztük egy szorzás jel. És megnézzük mind a két tényezőbe, van valami x-es cucc. Tehát szorzat, függvény, deriválási szabályai. Szorzat, mindkét oldalon van x, szorzat, függvény, deriválási. Na mi az? Hát most nem írtam fel. Ops, elfelejtettem. De ezt már mindenki tudja. Ez a, jó, azért felírom. Ez a f szer g derivált, f vesző szer g plusz f szer g vesző. Szerintem nem valami nehéz képlet. Egyiken van vesző, másikon van vesző, kész. Köztük plusz jel. Sérf szabály. Na, aki hogy jegyzi meg. Na, f vesző, 2x minusz 1. Csak a pármán menőségen. Szorozva magával a g-vel. E a 4x plusz 3. Ugye most még összetett függvényt csak elderiválunk. Csak is sima polinom volt. Plusz, ugye az f-et d-ként hagyjuk. Az első szorzó tényezőt, x négyzet mínusz x, szorozva g vesszővel, e a 4x plusz harmadikon. Ezt látjuk, összetett függvény, tehát, hogy itt a külső függvény e a valahanyadikon,
de annak tudjuk, hogy a derivátja önmaga, ezért mázlink van, a 4x plusz harmadikon, hopsz, picit belemettem a gépet, 4x plusz harmadikon, szorozva a belső függvénynek a deriváltjával, ugye az a maga a kitevő, 4x plusz 3, szorozva, akkor 4x plusz 3-nak a deriváltja, 4, úgyhogy csak az x-nek az együttatója. Na és most itt a másik, ugye, ami nagyon, hát ez már ez az óra, ugye ez az y, x-szer, ez csak ilyen bemelegítő volt, e a, szorozva, e a zx-nek a deriváltja. Gyönyörű matematika, nem látunk benne számokat, innen tudjuk, hogy jó helyen járunk, hogy kezdünk egy ilyennek neki. Ugye ezt az előzőnél is megkérdeztem, direkt azért, mert ezt ugyanúgy kell csinálni. Tehát, hogy megnézzük, mi van közük? Szorzás. Jó, beazonosítottuk, szorzás. Ő is valami x-nek a függvénye, az egyik tényező, a másik is valami x-nek függvénye. Tehát van egy szorzásunk két függvény között. Szorzott függvény deriváltja. Tehát ugyanez az f vesző g, fg vesző történet. Csak most elvitte a kis cica a függvényünket. Nem tudjuk, hogy hol van. Bármi lehet a függvény. Ezeket is visszaírhatjuk a helyre, ugyanaz lesz, de most egy általánosan funkcióval. Tehát, hogy így, hát így picit. Jó. Mi lesz az f vesző? Y-x szorozva y derivált x-szel. Nem? Az y-x az kell oda. Tehát mi van, hogyha az y-x-en az, hogy x a harmadikon. Akkor x a harmadikonnak a deriváltja, ugye azt mondtad, hogy y-x, tehát x a harmadikon szorozva 3x-en így jöttem. Ja. Tehát akkor csak... Tehát neki csak y vesző x. Valami az a függvény, nem tudjuk. Valami. Y vesző, igen. Örülj neki, nem kellett deriválni. Puff, de amúgy... Jó, tehát amúgy emiatt is már valók. Igen, ez az egy ellenpélet mutattam, tehát biztos így van. Szorozva a g-be, nem változtatunk rajta. Hála Istennek, mert ez tényleg sok bőző van. Plusz, első szorzó tényezőt békén hagyjuk, yx, szorozva. Na és most jön, letolgom azt a szépséget, ugye a második szorzó tényezőnek a deriváltja. Na igen, nem a legszebb. Szorozva e a valahanyadikon. És most az a valahanyadik, az nem tudjuk micsoda. Ugye ugyanúgy, mint itt az előzőben, e a 4x plusz harmadikon. Lehet, hogy ez a zx, ez pont a 4x plusz harmadikon. Lehet, hogy az pont az. Hogy csináltok az előzőben? Deriváltok a külső függvényt, az most is meg lesz. E a külső függvény, derivált ő maga. E a... Csak most nem, 4x plusz harmadikon, hanem a zx. Szorozva, mit csináltunk? Szorozva a belső függvény deriváltjával. Most a belső függvény, ugye a 62 tevő, zx. Mi a deriváltja? Hát mit tudom meg, z lesz, hogy x. Ugyanaz, mint az előző. Ez a 4-es. Uff. Én tudom a táblát. Z vesző x. Az bármi lehet. Lehet, hogy tényleg ez a zx függvény. Na igen, ez a z vesző x. Most ott meg pont fordítva rajzoltam a színeket, a derivált volt sárga. Na nem baj, még erre is hogy kell legalább figyelni, hogy mikor milyen színet használok. A lényeg, hogy van valami általános függvényünk, nem tudjuk, hogy az micsoda, attól függetlenül a deriváltját meg tudjuk határozni. Ez nekünk azért fog kelleni, nagyon, mert vannak olyan kifejezések, főleg a közgazdaságtanban, és én, mint egy hozzáértő szakember, ezt kijelentetem, hogy vannak olyan kifejezések a közgazdaságtanban, amikor nem lehet implicit meg, hogy explicit meghatározni a függvényt. Ugye ez mit jelent? Hát nem lehet azt mondani, hogy y egyenlő, és akkor van egy függvénye. Tehát valamikor nem tudjuk például a költségfüggvényt kifejezni, hogy na akkor a költségemet pontosan ez a kifejezés írja le. Valamikor nem lehet így megadni valamit, hogy c egyenlő valami. Hanem vannak ilyen, hát ilyen kicsit csúnyáskább kifejezéseink. Ez a második feladat. De mondjuk még most nem az jön, majd ez a harmadik feladat lesz. Sőt, az pont ilyen költséges, hogyha látjátok. Na most a második feladat, az A, ugye ez a köbjök, y plusz y.
X-nak a deriváltja. És ugye itt is mit tudunk? Hogy az Y az X-nek a függvénye. Tehát az Y-nak azok most függvénye. Ugyanúgy X szerint kell deriválni. Meg aztán annyira messzire ne vigyem el ezt a lapot. Na akkor az előzőek alapján. Mi lesz ez? Először is hogy kezdünk neki? Mert én itt látok egy gyököt. Én nem szeretem a gyököket. Írjuk át a mi szokásos, kedvesebb alakunkra. Az Y az egy harmadikon. Plusz Y-nak a deriválja. Most már egy kicsit kényelmesen, nem kell gyökökkel szórakoznunk, valahogy van. Ne felejtsük el, az Y az egy függvény. Olyan, mintha az lenne itt, hogy 2X plusz 1, vagy harmadik gyök alak. Tehát az valami függvény, arra nem tudjuk, hogy micsoda. Hát mondjuk jó, igen. Tehát, hogy az Y-ra nem tudjuk, hogy mi. Bármilyen függvény lehet. Lehet, hogy valamilyen összetettebb kifejezés. Lehet, hogy csak egy konstans, de a deriváltjára oda kell figyelni. Majd mindjárt elmondom, hogy ezt honnan jön. Tehát, hogy mit csinálunk itt? Ugye szokásos, valami az egy harmadikon, akkor egy harmad szor, ugyanaz a valami, Y, a mínusz, ugye egy harmadból egy, a mínusz két harmadikon. De ugye az Y az bármi lehet. Mondom, 2X plusz 1. És akkor lehet, hogy ez egy összetett függvény. Tehát ezt még be kell szorozni Y-nak a deriváltjába. Ugye ahogy csinálnánk, pont ugyanezt a köbgyök alatt 2X plusz 1, ugye ezt is mit csinálnánk? 2X plusz 1 az 1 harmadikon, 1 harmad leugrik, ugyanúgy 2X plusz 1 a mínusz 2 harmadikon. Tehát hogyha ez lenne a függvényünk, 2X plusz 1 a 1 harmadikon. Ezt hogy deriválnánk? Hát 1 harmadszor 2x plusz 1 a mínusz 2 harmadikon szorozva, ugye ennek a 2x plusz 1-nek a deriváltja szorozva a 2. Csak itt most nem tudjuk, hogy mi az a függvény. Ez valamennyire átmegy, vagy most csak így általánosan csináljuk. Ez nehezen szokott menni, ez azért magyarázom inkább ilyen kicsit lassabban. Hogy nem kell megijedni attól, tudni kell, hogy na az egy függvény, még a deriváltját külön le kell kezelni, mondjuk így. Plusz, ugye a következő az mi? Simán y lesz. Tehát ha az, mit tudom én, hogyha akkor az is csak annyi, plusz 2x plusz 1, plusz 2x plusz 1. Hogyha most ez az y, tényleg ez a 2x plusz 1, akkor 2x plusz 1-nek a deriváltja, plusz 2. Egy kis párhuzam, hogy ez, amit eddig csináltunk, hogy tudtuk a függvényt, mert megmondta a feladat, most meg lusták voltak leírni nekünk a függvényeket, most nem tudjuk, puf, így kell deriválnunk. Hát jó, akkor így deriválunk. Minket még ez sem állít meg. Na és eddig volt egyszerű az életünk, mert most már keveredni fog minden. B. X négyzet törve Y a harmadikon plusz 2XY. Akkor deriváltja kell. Hagyjunk szépen tagunként. Ugye az első az micsoda? Egy tört. Mit kell egy törtről megnézni? Hogy felül is van valami x-es, meg alul is van-e valami x-es. Mert akkor kell a tört deriválási szabályát használni. Egyébként meg csak valamelyik egy konstans szorzó, azt kiemeljük, azt a deriváljuk a függvényt. Felül van valami x-es, konkrétan az x négyzet. Tehát az eddig jó. Na alul y van. Y az valami olyan kifejezés, amiben van x. Ez nekünk megmondja, az a valami, amit le is írt a feladat, ZH-ban is ugyanígy lesz, meg lesznek ezek adva. Tehát, y és x-nek valami függvénye. Lehet megint ez a 2x plusz 1. Tehát nézhetjük úgy is, hogy x négyzet osztva, 2x plusz 1 a harmadikon. Kész. Több mindegy, valami függvény. Akkor abba is van x, tehát a tört deriválási szabály kell használnunk. Tehát ez egyenlő, húzok egy nagy törtjelet. Felírjam a szabályokat? Nem írom fel a szabályokat. Valaki tudja a szabályokat? F derivált, szóval g. Mi lesz az f derivált? 2x. 2x, ugye a számlálónak a deriváltja, szorozva nevezővel. Y a harmadik. Minusz f szer g derivált. Minusz, ugye f, itt simán a számlálunk.
Szóval g derivált. Na mi lesz a g deriváltom? 3y négyzetzer y derivált. Jaj, 3y négyzet. Ugye deriváljuk az idézőjeles külső függvényt. Valami a harmadikon. De ugye ez bármilyen függvény lehet, tehát még meg kell szorozni az ő belső függvényével. Perfekt. Nevező az ingyen pont. G négyzet. G négyzet, nevező a négyzeten, y a harmadikon, a négyzeten. El se kell végezni, jó az úgy, ahogy van. Törtessel meg vagyunk. Na most jön ez a másik jó madár. Na mi ez? Ez egy szorzat. Kétszer x, szor y. Ezt bárhogy csinálhatjátok, tehát ezt a kettest ki is emelhetitek, hogy jó, akkor ezt nem nézzük, csak akkor nem maradjon le a zárója. Én úgy szoktam, hogy mindig az első taghoz, tehát a tényezőhöz, elnézést kérek, az első tényezőhöz, hogy őket egybeveszem, és akkor ők az f. Ők ketten alkotják az f-et, f-szel g. Nyilván ez is van egy valami, ugye most szorzatunk van, meg kell nézni, hogy mind a ketti, húha, este van, mind a két tényezőjében van egy x. Két x, ha van benne x, kettő is. Nagyon király, már duplán túl teljesítették a követelményeket. Y x-nek a függvénye. Nagyon sok x lehet benne, tehát mind a két tényezőben van valami x-es. Ezek szerint a szorzott deriválás szabályát fogjuk használni. Az y négyzeten van. 2xy négyzeten. És 2xy négyzeten? És tényleg 2xy négyzeten, a feladatot se tudtam eltalálni. És, ja, az nem befolyásolja ezt. Jó. Köszönöm. Plusz pont. Lenne, vagy ha lenne plusz pont. Csoki. Hozni fogok csoki. Na az majd motivál mindenkit. Hogy akit a csoki nem motivál, az kimehet. Most azon. De nem vagy az a kérdőzelem. Na, tehát. 2x-y négyzet, szorzat, deriváltja. Mit mond nekünk? Oda is fel van írva. Oda fel van írva, rossz helyre mutogatok. Első tagot deriválunk. Ezért mondtam, hogy én a kettőt azt oda szoktam csapni az x-hez, hogy 2x. Deriváltja, 2. Szorozva a g-vel, ami y négyzet. Plusz, első tényező, 2x, végén hagyjuk, szorozva, másodiknak a deriváltja, y négyzet. Tehát annak a deriváltja 2y, de az y az bármi lehet, szóval még be kell szorozni a deriváltjával. Mert ő valami függvény, amiben van x is. De valamennyire érthető? Remélem átjött, mert ez a kicsit nehezebben szokott menni, és ilyen fix lesz az EH-ban. Implicit deriválás az mindig van, mert ez elég fontos. C, van még egy harmadik, amit nem ide fogok írni, mert sikeresen... Na hát a C feladat alá nem írhatom a C feladatot. Az úgy nagyon rosszul néz neki. Ez még ebben a kettesbe tartozik. Csak vízes a szivacs, és nem merem olyan erősen rájönni. Ugye, amúgy szerintem látjátok, hogy mit csinálunk, tehát most vettük. Ja, amúgy az a felírtam függvényeket, tehát hogyha nem akarjuk ezt megjegyezni, ezt a, ja, akkor gondoljuk át, hogy most y valaminek a függvénye, mert mit tudom én, az a sárgával felírtam azokat, hogy ugye az x-nek a függvénye, és ugyanazok a deriváltak, hogyha megnézitek, csak be van szorozva még y-vesszővel. Tehát aki képleteket szeret tanulni, annak tökéletes az. Én őszintén nagyon kevés képletet tudok, én nem szeretek képletet tanulgatni, mert nem jó a memóriám. Ez kész, de nem tudom, én kilogikázni szeretem, aztán, hogyha valaki azt szereti, az is teljesen jó. Az viszont nincs rajta a puskám, szóval. C feladat, ugyanúgy a kettesből. Jök alatt, és most már akkor szúrós szemmel nézem, hogy megírjam el. 7x minusz jelen y minusz x négyzet. Amíg iszok egy darab kortot, addig lehet gondolkozni rajta. Hogy mi ez? Hogy ki is lehet jönni a táblát megcsinálni tőle, nekem az is jó. Azt akkor többet iszok. Nem jött le egy izai kupakja. Ez borzalmas. Nem tudom visszarakni. Szponzor a Szent Király. Szent Király szponzoráljátok. Na, neki deriváljuk. Na mi ez?
valami csúnya gyökös kifejezés. Nem szeretjük a gyököket, mi elítéljük a gyököket, gyökmentes világban élünk. Az a baj, nem merem odarakni hozzá, hogy ér, mert akkor, nem tudom, akkor biztos meglincselnének, de na igen, kért az az érdete. Tehát, átírjuk a gyököt valami hatványos cuccot. 2x minusz ln y minusz x négyzet, és az egész a, ugye gyök alatt, az 1/2. És már mennyivel kedvesebb, hogy néz ki ez valami. Neki a derivált. Na akkor, valami az 1/2. Belső függvényel nem foglalkozunk, annyit tudunk, hogy valami van az 1/2. Tehát 1/2 szorozva azzal a valamivel, ami benne van. 2x minusz ln y minusz x négyzet a minusz 1/2. Most át fogom ezt színezni rózsaszínnel, hogy ő nekünk most a belső függvényünk. Ő az egész a belső függvény. Ellen valami, az a baj, ezt még egyszer át akarom majd színezni. Nem tudom miért, mert eredetileg izével írtam fel rózsaszínnel. Így legalább gondolkozni, hogy vajon mit is írtam oda, mert nagyon csúnyán néz ki. Semmi baj. Külső függvényt lederiváltuk, meg vagyunk vele. Mit mond nekünk a összetett függvény deriválási szabály? Szorozzuk meg a belső függvénye. Mi a belső függvény? A rózsaszín. Most nem vettem bele 3,5 másodpercet, hogy játszani ezen a rózsaszínra. Tehát ezt még meg kell szorozni azzal az egésszel. Na mi az az egész? Nem fogok kifélni. 2x, ugye ott egy különbségünk van, 2x-nek a deriváltja 2. Minusz, és hogyha erre ránézünk, ez még egy összetett függvény. Hűha! Nagyon szeretik összetenni a függvényt, valakinek ez a hobbija. Hazamegy és a függvényeket tesz össze. Hát kinek mi? Én inkább megízom érkeztet. Y minusz x négyzet. Na így már biztos nem lehet kivenni, hogy az micsoda. Hát rajzoltam volna szemben, és még a sárgók rétlám is eltört, szóval és lesz több szín. Mindenki szomorú. Tehát 2x-nek a deriváltja 2. Szorozva ln, és megint belül van valami. Ez még egy összetett függvény. Tehát volt legkülső összetett függvényünk, meg van most, van ez ő a belső függvény, meg van egy még belső függvény. Lehet így mondani, hogy több már nem lesz, tehát 4-et már nem megyünk le. Tehát ln valaminak a deriváltja kell. Ez 1/2 az a valami, ami benne van az ln. Y négyzet minusz, nem, y minusz x négyzet. Ugye ez mi? Az ln-nek a deriváltja. 1/2 az a valami, ami bele van írva az ln-be. De még őt be kell szorozni. Hol kezdtem itt a zárójelet? Jó. De még őt be kell szorozni az ő belső függvényének a deriváltjával. Tehát most még az ln-ben is van valami. Mi az a valami? Y minusz x négyzet. Az y az egy függvény, x-nek a függvénye. Tehát neki a deriváltja, és pont ki fog félni. Y vesző. Minusz, hát x négyzetnek a deriváltja 2x. Ezt tudom, kicsit bonyolultabb, mint amiket múltkor csinálgattunk. Valami ilyesmi lesz, én nem zéhám. Most azt nézem, hogy nem értem el egy zárójelet. De szerintem nem. Lehet elírtam. Igen. Mondjuk ezt nem kellett volna ugyanolyan színnel. Hát jó. Na, harmadik feladat. Ez egy kérdés, hogy is elemezik. Na és akkor ezt mondtam, csak lehet, hogy elmértem a feladatot. Tehát, hogy ugye közgazdaságtanban biztos vannak olyan függvények, amiket nem lehet explicitben meghatározni. Ezért vannak ilyen csúnyaságok, mint a következő. Határozzuk meg dc/dt-t, hogyha c a harmadikunk plusz d-szer gyök c egyenlő 5t plusz 5. DC, de DT, az a kérdője. Ami ez a DC per DT, ajaj. Az lánykori nevén, ez a DC per DT. Hát igen, szomorú világot élünk, tehát a tétek.
Légy szépen, DD, ez nem más, mint a nagy C-vessző. Jó, tehát akkor most már tudjuk, hogy mit kell meghatározni. Vagy lehet, hogy még most sem tudjuk, hogy mit kell meghatározni, de akkor mindjárt meghatározzuk. Na nekünk ez azt mondja, ez azért jó ez a jelölés, mert tudjuk, hogy miért változik. Tehát most nekünk a C a függvényünk, T pedig a változónk. Ami az argumentumunkban egy pici változás, meg a függvényekben egy pici változás. Ugye ez a D, ez a differencia. Tehát most tudjuk, hogy C a függvényünk, rá nagyon oda kell figyelni, ez ugyanaz, mint az előző feladatban, hogy amikor megmondták, hogy na figyelj, az Y az X-nek a függvénye. Most ez nekünk, csak egy kicsit máshogy van jelölve, ez azt mondja, hogy figyelj, a C-nek a T lesz a változója. Na és akkor nekünk a C-veszőt kellene kifejezni. Tehát az kéne nekünk, hogy C-vesző egyenlő és valami kifejezés. Bármi. Mit kéne még itt elmondanom? Ja, tehát hogy ez egy egyenlet. Ugye láttátok, ez nem egy egyenlet, az se egy egyenlet, ez viszont egy egyenlet. És pont ezekről beszéltem az előbb, hogy vannak olyan függvények, amiket nem lehet így explicite megmondani, hogy na akkor most itt ez ilyen C egyenlő, és akkor valami T is cucc. Ebből nem tudjuk kifejezni C-t. Vagy hát aki ki tudja fejezni, GLHF. Tehát hogy én biztos nem ülnék neki, hogy most akkor itt át leosztok gyök C-vel, köbgyököt vonok, tehát hogy nem. Tehát hogy ilyet senki nem szeret csinálni, ezért jó nekünk az implicit deriválás, mert fogjuk, deriváljuk mindkét oldalt, ez kész, az majd lesz, ami lesz, és hát ha a deriváltat majd könnyebb kifejezni. Mert azért tudni akarjuk, valamilyen indokolatlan módon meg szeretnénk határozni ezt a deriváltat. Nem tudom, ez a hobbing. Na, tehát akkor mind a két oldalt, amikor ezt kell megjegyezni, kapunk ilyen egyenletesdét, mind a két oldalt fogjuk, hogy deriváljuk. C a harmadikon plusz T szer gyök C egyenlő 5T plusz. Mindkét oldalt deriválunk. Na, ilyeneket meg már külön-külön csináltunk. Tehát, hogy valamilyen kis függvényes, változós, mit tudom én, milyen kifejezésnek a deriváltja. Hát ott meg a másik az meg még könnyebb, az meg van az első óra. Na itt mi lesz a bal oldalon? Nem tudok beszélni. Na, tehát, hogy a bal oldalon mi lesz? Az a baj, ezeket nem lehet kivágni a videóból. Na mindegy, majd jót röhögünk neki, majd ízdülünk ott a komment szekcióban. Na, tehát, hogy C a harmadikon, háromszor C négyzet. Ja? De a C az bármi lehet? Szorozva C derivált. Tehát szorozva, még a C veszővel. Meg. És akkor itt nyitok egy zárójelet, csak azért, hogy ezt vegyük észre, hogy ez ugye a T-szer C az 1/2-en, gyököket nem szeretjük. T, változunk, C, az T-nek a valami függvénye. Tehát megint, mind a két oldalon van változó, szorzás van közöttük, tehát szorzott függvény, vagy a szorzásnak a deriválási szabálya. Már én is bekavarodok a izékben. Szorzott függvény deriválási szabálya. Na, nagy nehezen sikerült. Mit mond nekünk a szorzott függvény deriválása? Derivált az elsőt, egyszer C az 1/2-en. Jó, kiírom. Egyszer C az 1/2-en, plusz elsőt végén hagyom, T-szer C az 1/2-ennek a deriváltja. Hát az mi? Leugrik az 1/2, 1/2 C a mínusz 1/2-en, de a C is majd látom, bármi lehet. Szorozva C-nek a deriváltja. Lehet, hogy az valami komplex kifejezés, amit mi nem tudunk felfogni, nem nehéz. Csak azért adtam zárójelben, mert tudom, hogy összeadás van, de csak azért, hogy annak az egésznek, annak a szorzásnak a deriválása ez az egész. Egyenlő, sőt ezt most jó ki is. Kirontottam magammal, mert amúgy be fog zavarni később, szóval ezt most így elegánsan letörlöm. Nagyon szép lett. Hát a másik jobb oldali kifejezést az meg hát egy erősen nagy ötös oldali váltja. Mindenkinek ilyen jegyet szeretnék látni a Neptunban. Tudom, hogy én nem is látom, de biztos ilyet szeretnék látni mindenkinek, fejlődj végig. Na, lederiváltuk, nagyon örülünk neki, most már csak mit kell csinálni? Egy olyan valamit szeretnénk, hogy C vesző egyenlő, és tök mindig mi van a másik oldalon. Tehát egyik oldalra C vesző, a többire meg a több, az összes többit, ami marad. Na ilyenkor az a taktika, erre is van valami taktika, ugye benne van valami C vesző és cucc, meg benne, itt az utolsóban ez a T-szer, C-szer valami, igen.
És itt látjuk ez az 1-2, vagy egyszer C az 1-2-en, benne nincs C-veszős tényező tag kifejezés. Mind a hármat elmondtam, az egyik biztos jó közülük. Na, tehát, amiben nincsen C-vesző, azt átvisszük a másik oldalra. Tehát itt marad 3 C-négyzet szer C-vesző plusz, ugye ez a, hát egy kicsit szebben írva, 1-2 T, C a mínusz 1-2-en szer C-vesző, egyenlő, 5 mínusz C az 1-2-en. Ugye benne nem volt C-vesző dolog. És most itt nekünk a bal oldalon mint van? Hát itt is van C-vesző, az összeadásnál még nem itt is van C-vesző. Mindkettőben van C-vesző, ez mit jelent nekünk? Ki tudjuk emelni? Hoppá! Tehát tudunk egy olyat csinálni, C-vesző ször és valami, ami marad. Na mi marad? Ugye ebből, hogyha kiemelek C-vesző, mi a kiemelésre leosztom az egész bal oldalt C-veszővel. Kiemelem az összes tagból. Leosztom C-veszővel, itt mi marad? 3 C-négyzet. Az az első tag. Plusz 1-2 T, 1-2 T, szer C a mínusz 1-2-en. Ugye ezek maradtak, miután leosztottam C-veszővel. Egyenlő, 5 mínusz C az 1-2-en. És sikeresen meg tudtam úgy csinálni, hogy pont ne félek el. Tehát majdnem oda írtam, csak azon látszik a videó. Mi az? Egy szorzó. Benne nincs C-vesző, direkt ezért csináltuk azt, hogy egyik oldalra összegyűjtöttük a C-veszős cuccokat, a másikra meg éppen ami megy. Ugye most ezzel az egészet le tudunk osztani. Tehát tudunk egy olyan csinálni, C-vesző, egyenlő, ugye itt van egy 5 mínusz C az 1-2-en, osztva, nagy tört vona, és akkor az az egész cucc, nem tudom mi az, 3 C négyzet plusz 1-2 T szer C a mínusz 1-2-en. És voilà, kész a feladat. És erre az alapra szeretnénk hozni. Ez valamennyire értető volt? Egyenletet kapunk, mindkét oldalt deriváljuk, kigyűjtjük a izéket, amiben van C-vesző, rajta kívül az összeset átvisszük a jobb oldalra, tehát amiben itt például az egyszer C az 1-2-en, benne nem volt C-vesző, őt átvisszük mindegyiket a másik oldalra, kiemelünk C-veszőt, majd leosztunk az ami marad. Puff, ez kb. Egy ilyen sablon algoritmikus megoldás. Az a lényeg, hogy ezt anélkül, hogy tényleg így implicit deriválunk, tehát hogy kifejezzük az eredeti kifejezésből a C-t, azt nem tudtuk volna megcsinálni, hát van benne egy C és van benne C a harmadik, amit azt nem tudtuk volna egy így megmondani, hogy na, C egyenlő ez, és aztán lederiváljuk. Ezért lett ilyen szépséges feladatom. Na és az utolsó feladat már. Amiért már csináltunk, csak most nem tudom, hogy felturbózva fogjuk csinálni. Negyedik feladat. Határozok meg, igen, stb. Van akkor egy ilyen, hogy két x, már elmondottam, gyors volt. Két y négyzet, mínusz x y négyzet, egyenlő x a harmadikon plusz 3. Görbe, oké, 1-2 pontjához, tényleg majd P1-2. Pontjához húzott érintő egyenletét. Hoppá! Érintő egyenlete. Jól írtam? Minusz x, 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 köpült hála. Érintő egyenlete. Ilyet már a kalkulus, nem tudom, Marvel franchise-ban hallottunk. Tehát ilyen már volt, hogy érintő egyenlete. Valaki emlékszik erre? Hát én sem emlékeznék amúgy. Puskán rajta van. Na, tehát, hogy van egy ilyen, hogy y érintő. Egyenlő. Na, semmi. Van benne M betű, azt tudom. Van benne M betű? Valami van. Nincs. Amúgy... Valamiben van M betű. Amúgy, de ez amúgy... B betű is van benne. De amúgy ez nem teljesen. Ez amúgy egy rossz kérdés tőlem, mert ennyi erővel bármit jelölhetünk bármivel.
Tehát valamilyen... Hát M mint meredekség. Hát M mint meredekség, de derivált mint meredekség, az meg D. Vagyis nem messze. De amúgy igen. Tehát amúgy ugye ez... M, most az... MX meg B. Ja, az a lineáris egyenes meg a... Ja, igen. Igen, hát de amúgy az érintő az a lineáris egyenes. Tehát amúgy ez igaz, hogy mondtál. De most milyen kis derivált ezt a módon fogjuk felírni, amúgy ez is teljesen jó, csak akkor tudd, hogy az M az egy függvény, ami most valaminek a deriváltja, ez egy egyszerűbb ez fx0 plusz f vesző x0. Hát, gratulálok magamnak. Na, ez a baj, ez nem lehet úgy, mint tabletem, hanem csak így arrék húzom, és akkor odaírom. Szorozva, x minusz x0. Azt hittem mama hív. Na, nem hívod mama. Na, mik ezek? Csúnya betűk, mi? Ja. Az a jó, vagyis én azért szeretem jobban ezt az implicitest, mert szó szerint egy dolgot kell benne kiszámolni, ugye a másikkal ellentétben, mert akkor tényleg be kell helyettesíteni a függvénybe, meg mit tudom én. De most konkrétan megadta nekünk azt a pontot, mondjuk a másikban is megadják a pontot, de csak az x0 pontot. De most a feladat konkrétan megadja nekünk, hogy melyik helyen, x0, ugye ezt az eredetileg, meg melyik, mi az izé, az ott azon a helyen vett függvényérték, az y0. Na most ezt a mi feladat nyelvünkre átfordítva, ez az y0, ez nem más, mint az fx0. Lásd, itt x-ekre helyettesíts be egyet, meg ott rendezgess, és ki fog jönni az, hogy kettő. Hogyha ide az x-ek helyre beírunk egyet. És ne legyetek olyan bénák, mint én, hogy szó szerint ide behelyettesít mindenhova egyet, majd rájön, hogy amúgy kettő, mert oda van írva, megadta a feladat. Jó, vagy amúgy be is helyettesítettek, én... Nekem elég sok idő kellett, míg rájöttem, hogy azt mondom, hogy megadja a feladat. Szóval én behelyettesítettem mindig. Na mindegy. Tehát, tudjuk az fx0. Kettő. Már is kezdem írni a végeredményt. Innen tudjátok, hogy jó a feladat, mikor már elkezdem írni a végeredményt. Y érintő. Egyenlő. Fx0 megadja a feladat, mert megmondja, hogy na, ezen a helyen ennyi a függvényérték. Mennyi? Kettő. Ezt írom fehérre. Kettő plusz f vesző x0, na hát ő még vele kicsit játszadozni fogunk. Őt kihagyom, hagyok itt meg egy üres helyet. X minusz x0, hát x minusz, mennyi az x0? Egy. Jó, akkor most már csak az f vesző x0-t kellene valahogyan meghatározni. Feladat nem írja, de én mondom, hogy itt most ez az y, az az x-nek a függvénye. De hogy valaki olyan vicces legyen, hogy az x legyen az y-nak a függvénye. Na. Tehát, azért most én mondom, és azt is mondom, hogy most nem fogjuk kifejezni. Tudom, hogy ki lehetne explicitet fejezni. Őszintén én sem vettem észre, de Szabó Tamás mondta, hogy ki lehetne fejezni. És talán rájöttem, hogy tényleg ki lehetne fejezni, mert csak kiemelünk y négyzetet, leosztunk a maradékhoz, gyököt vonunk belőle. De nem ezt fogjuk csinálni, le fogjuk deriválni mind a két oldalt. Tehát, fogjuk. Egyenlet, lederiváljuk mind a két oldalt. Nem lehet expliciten kifejezni, stb. Ezért, hogy megkapjuk, mert ugye most nekünk a derivált kell. Kéne a derivált ezen az x0 helyen. Hát akkor deriváljuk le. Na ez mi lesz? Lesz egy kétszer, ugye y a négyzetennek a deriváltja, y egy függvény, kétszer két y, szor y vesző. Mert az bármi lehet, az a függvény. Minusz, kiszik bombát, nem is láttam nagyon régóta, minusz zárójelben x-er y vesző, még a szorzást is kiírtam, mind a két oldalt van x, csak itt el van bújva egy kicsit szegényke, félénk, de az y-ról tudjuk, hogy az x-nek a függvénye, tehát ez szorzott függvény deriválása. Hogy deriváljuk? Egyszer y négyzet, hogy az első derivál a másodikat, béke vagyok, plusz, első békén hagyom, x-szer, y négyzetnek a deriváltja, pont itt deriváltuk le, két y vesző. Nehéz részével meg vagyunk, egyenlő, hogy x kö plusz 3-nak a deriváltja, 3x négyzet. Nagyon jó. Bontsuk fel a záróélet, meg itt alakítósuk egy kicsit, hogy szebb legyen, mivel most mi a célunk? Hát, hogy meghatározzuk magát a deriváltat. Most konkrétan az a kérdés, ugye, mint az előzőben, csak most tovább fogunk vele számolni.
vagy mondjuk meg a deriváltat. Hogy ez az y vesző egyenlő. Ja, és igen, itt van. Mert én, hát jó, nem tudom. Ez ahhoz, hogy ki hogy szokta meg. Én nem szoktam behelyettesíteni ide. Ide be is lehetne helyettesíteni ezt a két pontot. Mert ez nem más nekünk, mint az x meg az y. Ugye ez a pont, amit megadnak az x és az y, tehát ide már be lehetne helyettesíteni. Őszintén azért nem szoktam, mert én mindig elszámolom, tehát amit lehet, én át tudok számolni. Ezért én inkább betűkkel szoktam számolni, de hogy most nektek kicsit könnyebb legyen, most behelyettesítünk előtte, még mielőtt alakítanánk. Nem előtte alakítsunk. Előtte alakítsunk, vagy helyettesítsünk be. Vagy mindegy, csak haladjak már, azt megint már hozom. Alakítsunk. Alakítsunk. Várj, ez melyik volt? Ja, hogy alakítsunk, igen. 4y vesző, és akkor ezt a mínusz bevinni oda az egészbe. Mínusz y négyzet, mínusz, azt egy kicsit szebb alakra hozva, 2xy vesző. Egyenlő 3x négyzet. Na és akkor ezt mondtam, hogy ez az a pont, amikor, jó, már itt is, be lehet helyettesíteni az 1-2-t, most be is fogjuk, én nem szoktam én, ugyanúgy, ahogy az előzőt, ebben a kettőben van y vesző, akkor őket itt hagyom, amiben nincs y vesző, az átdobom oda, kiemelem az y vesző, leosztok a maradékkal, stb. Stb. És akkor ki lesz fejezve, és én majd utána szoktam behelyettesíteni. Az inkább helyettesítsünk be most. Tehát ugye mert konkrétan ezt kérdezi, hogy az x nulla pontban mennyi a derivált. Na, 4x y, hát megadta nekünk a izé, a feladat, 4x 2, szorozva y veszővel. Nyilván az y vesző helyre nem helyettesítem be a izét, egy azt azért, mert meg se adta, kettő azt kell kiszámolnom. Minusz y négyzet, minusz 2 a négyzetem az 4, minusz 2x1x2, az 4, minusz 4y vesző, egyenlő, 3x x négyzet, 3x 1 a négyzetem az 3. Én nem hiszem el, hogy nem tudom eltalálni, hogy ezt hol kell viszélni, rajzolni, na mindegy. Na itt van, 8y veszünk. Jó, nem fogok kiférni. De itt van 8y veszünk, itt meg van mínusz 4y veszünk. Tehát akkor összesen van 4y vesző. És akkor itt van mínusz 4. Hogyha ezt átviszem a másik oldalra, most így mindent egybe csinálok, ezt nyugodtan lehet lépésről lépésre, de szerintem ezek nem olyan nagyok, amiket nem lehet egybe csinálni. Mínusz 4, azt átviszem a másik oldalra, tehát mindkét oldalhoz hozzáadok 4-et, akkor lesz ott 7. 4y vesző egyenlő 7, hát most már szerintem ebből látszódik, hogy lehoztunk 4-et, y vesző egyenlő 7 negyed. Sőt, kerestük. Ugye őt keresünk, hogy volt az fx-on, miért vesző x-on. És most már csak annyi a dolgunk, hogy fogjuk, és azt a 7 negyedet elegánsan ide behelyezzük. 7 negyed, mert ő a meredekség. Na jó, ezt csak azért fogom újraírni, mert itt nagyon nem látszódik. Amúgy már kész vagyunk. Tehát, hogy y-on érintő. És egyenlő. És akkor mi volt itt? 2 plusz 7 negyed. Kérés kérdés elemvedés, panasz rágolom. Lássatok réha. Viszlát.